Kecskemétre érkezett a Magyar Honvédség első KC-390 katonai szállítórepülőgépe Brazíliából. A gép tesztelés céljából érkezett az MHZ Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A tesztelés jelenlegi szakaszában speciális NATO kommunikációs eszközök beépítése és ezek validációja történik. Majd a munkálatok befejezésére a gép visszatér Brazíliába. A gép két Gripen vadászrepülőgép kíséretében landolt a repülőbázison. A tesztpilóta elmondta, Észak-Brazíliából indultak, 6 órát repültek a Kanári-szigetekig, majd újabb 6 órát Kecskemétig. Magyarországon tesztelik a gépeket. Van néhány olyan teszt, amit csak itt tudnak elvégezni a felszereltség miatt. Körülbelül 3 hétig leszünk itt, utána visszamegyünk Brazíliába, hogy véglegesítsék a gépet. 18 emberrel érkeztünk, több mint 10 mérnökkel, akik segítik a munkát. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légiutántöltésre és intenzív ellátásra szoruló betegek, sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is. A két szállító légijármű tervezetten 2024 év végén, illetve 2025 év elején érkezik véglegesen Magyarországra. Dr. Kutnyánszky Zsolt védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár a mai sajtótájékoztatón kiemelte, a haderőfejlesztési programnak köszönhetően az alakulatok a legmodernebb eszközökkel gyarapodnak. A fejlesztések sorában az első között szerepel a légierő modernizálása. A légierő modernizálásának kiemelt része a mobilitás megkönnyítése érdekében a légiszállítás fejlesztése. Nem csak a logisztikai támogatás gyorsasága, hanem a küldetésekben való aktív szerepvállalásokban a személyállomány és az utánpótlás gyors mozgatása szempontjából is fontos, a nagy szállítókapacitással rendelkező katonai szállítógépeknek az alkalmazása. Az államtitkár hozzátette, a Magyar Honvédség büszke katonáira, a magyar légierő pilóták a legjobbak közül valók, kiemelt erkölcsi és anyagi elismerést érdemelnek. A magyar kormány ezért úgy döntött, hogy jelentős illetményfejlesztéssel honorálja a vadászpilóták, a szállító és kiképző repülőgéppilóták, a szállító és harci helikoptervezetők, valamint a repülő műszaki és az előretolt repülőirányító szakemberek felelősségteljes munkáját. A legtapasztaltabb pilóták így havi bruttó 2,5-3 millió forint körüli kiemelt illetményben részesülhetnek. A 35 méter széles gép 800 km per órával képes repülni, utazó magassága elérheti a 8000 métert. Nagyon fontos tulajdonsága a nagy tömegű teher szállítása, és ezzel együtt annak ejtőernyővel történő célba juttatása. A KC-390-hez hasonló képességekkel a magyar légierő eddig nem rendelkezett. Ez egy új korszak kezdetét jelenti. A repülőgép jelenleg még nem magyar lajstrom alatt repül, hivatalos átadása ezzel együtt magyar lajstromba kerülése őszre várható.